Annyira egyházi házi háztartás több mint 540 család részvételével készítettek felmérést az életminőségük állapotáról. A vizsgálat 2008-ban indult, általában két éves ritmusban keresték fel a háztartásokat, így a kezdéstől számítva már ötször keresték fel újra a válaszadókat. Ugye ez egy úgynevezett panelvizsgálat. Ezt nagyon érdemes egy kicsit hogy most nem csak elmagyarázni, az nem azt jelenti, hogy a panel lakásokban élőket vizsgáljuk a városban, hanem hogy igyekszünk mindig ugyanazokat a háztartásokat felkeresni az adatfelvételeknél. Tehát azt a standard mintát vagy kört próbáljuk meg, megkeresni. Ez módszertanak hosszú évekig működött is, de azért mindig vannak olyan kieső háztartások, akiket valamilyen szempontok alapján pótolni kell, mert vannak, akik elköltöznek, nem tudunk utánuk járni. De azért alapvetően Róluk azt nagyjából tudjuk, hogy milyen összetételű háztartásról van szó, a városnak melyik körzetében laknak. Tehát akkor, amikor mi kiválasztunk egy mintát, ami ugye elhangzott, ez egy bizony nagy létszámú minta, nyilegyház a város lakosságához mérve, akkor mi mindig kiválasztunk egy úgynevezett tartalék mintát is, és akkor onnan tudjuk beléptetni azokat, akiket valamilyen úton módon pótolni kell. A vizsgálatban 7-8 aspektusból vizsgáltak a szakemberek, ezek azok a tényezők, amelyek a leginkább meghatározzák a városlakók életminőségét. Ilyen például a gazdasági aktivitás, vagyis a foglalkoztatottság, a jövedelem, a lakhatási mutatók, az egészségi állapot és a társas kapcsolatok. A felmérés eredményéből látszik, hogy alapvetően az egészségi állapotra vonatkozó mutató az, ami a legjobban befolyásolja a nyíregyháziakat. A felmérésből az is kiderült, hogy a nők sokkal többet foglalkoznak az egészségügyi állapotukkal, gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon is. Ez az állapot ugyanis befolyásolja a munkavégzést is, így a jövedelmet is, de az emberek közérzetét is rontja egy esetleges betegség. A másik fontos aspektus annyira egyházi lakók körében a munkahely, abban az értelemben főleg, hogy mennyire érzi egy munkavállaló biztosnak a saját foglalkoztatottságát. Egyre biztosabbnak érzik, másrészt, hogy ha a tíz évet lekövetjük, akkor azt lehet látni, hogy hogy két, két, időszakra lehet nagyjából osztani ezt a tíz évet. Volt egy 2008 és 10, még azt is mondom, hogy 12-ig tartó időszak. Ugye ez volt az a gazdasági, financiális válság, ami hát érintette azért a várost is. Lehetett tapasztalni, hogy nőtt a munkanélküliség, ugye az egy olyan 5-6 százalékról, akkor felment 10-11 százalékra is. Ezzel párhuzamosan a jövedelmek enyhén csökkentek, de inkább azt mondom, hogy stagnáltak miközben azért volt minden évben X százalék infláció is. Tulajdonképpen a fordulat az való 12-13 körül ö, érzékelhető, enyhén nőtt a foglalkoztatottság, de aztán 2015-től 18-ig, tehát fogalmazni az elmúlt három évben ö, gyakorlatilag robbanászerűen nőtt, hiszen egy olyan 57 százalékról indultunk, és most már 68 nál tartunk, ami a foglalkoztatottságot jelenti. Ez nagyjából megegyezik az országos ö, adattal, és 4 ponttal kedvezőbb, mint a megyében, vagy mondjuk az észak földi régióban. Mivel több dimenzión keresztül is az életminőséget a vizsgálatban, ezért egy indexet találtak ki a szakemberek az eredmények bemutatására, így egy számmal tudják ezt kifejezni. Ez a mutató vehet fel mínusz és plusz értéket egyaránt. 2015-ben ez a szám 6,5 és 6,7 között volt, most pedig jelenleg 9,7 körüli, tehát majdnem 10 pontos annyira egyháziak életminőségi indexe.